72-es olimpia, a Müncheni olimpia azért is utolérhetetlen, mert akkor történt az első olyan, hát hihetetlen és borzasztó dolog, hogy a terroristák a velünk szembe levő épületbe levő izraelieket tulajdonképpen megtámadták, és hát történt, ami történt. Ebbe most már nem, azért nem szeretnék belemenni, mert végig hallottuk a dolgokat, a kiabálást, a lövöldözést, hisz teljesen 20-25 méterre volt a másik épület, és a vége az lett napokig, hogy folytatódik tovább az olimpia, vagy nem. Hát ilyen kétségek között a NOB, Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke azt mondta, a játékoknak folytatódni kell. És hát ilyen lelki állapotban a lengyelek jutottak a döntőbe velünk. Nekünk korábban nem kellett selejtezőt játszani, mert a 64-es és a 68-as olimpiai aranyérem predesztinálta a magyar csapatot a következő olimpiai részvételre is. Hogy emlékszik erre a meccsre? Hát a mérkőzésre úgy emlékszem, hogy először is végigesett az eső, és hát valahol a sors figyelmeztetett talán bennünket, amit talán később vettünk észre, én magam legalábbis, hogy fél időben még vezettünk 1-0-ra. Tehát ez az ezüstérem, amit a kezemben van, ez fél időben még aranyszínbe ragyogott, és azután következett az a két apróság, ami végül is nem apróságnak tűnt, hanem eldöntötte az arany és az ezüstérem sorsát. Mi szerint az első gólt úgy kaptuk, hogy a saját tér feléről a lengyel csatár vezette a labdát, és hát nem tudtuk megállítani, és 16-oson kívülről rárúgta. A fénykép ma is megvan, hogy a kezem a labda magasságába ott van, és az esős idő véget, 10-ből 9-szer megcsúszott a labda, ez valahol az ötösön találkozott a talajjal, és egy kicsit megpattant, és a kezem fölött ment be. Tehát nem késtem le róla, hanem a labda útjának kiszámítása volt a számomra nem megfelelő. Úgyhogy ezerszer átgondoltam azóta, és a másik gólt meg úgy kaptuk, hogy beívelték a labdát, és hárman mentünk érte, a két magyar játékos, Páncsics Mikis Szűcs Lajos, meg én harmadikként, és az alapvonal felé kikerült a labda, onnan meg a Deina fantasztikus ballábával. Annyi hely volt talán, egy labdányi hely, és a hosszú sarokba beejtette ezzel. 2-1-re fordult a mérkőzés.